Egyre intenzívebbek a harcok Líbiában. A kelet-líbiai milíciák harcigépei légicsapást mértek a kormányerők állásaira Tripoli közelében. Az ENSZ szerint a katonai konfliktus eddig legkevesebb 75 ember életet követelt, és mintegy 10 000-en kényszerültek otthonuk elhagyására. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kiéleződött líbiai helyzet újabb lökést adhat az illegális migrációnak. Az olasz kormány válságstábot hozott létre a líbiai konfliktus miatt. Továbbra sem csitulnak a harcok a líbiai kormányerők és Khalifa Haftar tábornok egységei között Tripoli külső kerületeiben. A katonák egy használaton kívüli repülőtérnél csaptak össze. Az ország keleti részét uraló milíciák múlt héten kezdték meg offenzívájukat Tripoli, vagyis a nemzetközileg is elismert kormány székhelye és egyben az ország fővárosa ellen. A harcok miatt ezrek menekülnek el Tripoliból, a legtöbben a szomszédos Tunéziában keresnek menedéket. A várható emberáradat miatt a tunéziai hatóságok megszigorították a határellenőrzést. Abba hagytuk a munkát és elmenekültünk a családdal, mert Tripoliban veszélyes a helyzet. A belváros még tartja magát, de a külvárosokban összecsapások törtek ki, mondta egy helybéli férfi. Az ENSZ szóvivője szerint a fővárosban üzemanyag és élelmiszer hiány lehet. Már csaknem 10 000-en kényszerültek otthonuk elhagyására, és mintegy 3 800 ember fordult a helyszíni mentőcsapatokhoz azzal, hogy vigyék őket biztonságosabb helyre. De az összecsapások miatt eddig csak 300 ember tudtunk kimenekíteni, mondta az ENSZ szóvivő. Az ENSZ az elmúlt napokban többször is humanitárius tűzszünetet sürgetett. A felszólításokra azonban a szemben álló felek egyelőre nem reagáltak. Mindeközben mintegy 1 000-en tüntettek Líbia fővárosában Khalifa Haftar tábornok ellen. Azt követelték, hogy Kadhafi egykori katonai parancsnoka vonja ki csapatai Tripoli környékéről. Nemet mondunk a katonai uralomra, nem akarjuk, hogy külföldi hatalom irányítson bennünket, mondta az egyik demonstráló. A tüntetők szerint ugyanis Haftar Franciaországgal egyeztetett az offenzíva elindításáról. A kormányerők egyelőre sikerrel verték vissza a Haftar parancsnoksága alatt álló líbiai nemzeti hadsereg támadásait. Az elmúlt napokban Haftar csaknem 200 katonáját ejtették foglyul. Sokan attól tartanak, hogy az offenzíva elmélyíti a válságot Líbiában, a kiéleződött polgárháborús helyzet pedig újabb lökést adhat az illegális migrációnak. Az észak-afrikai országban jelenleg mintegy 700 000 migráns tartózkodik. Arra várnak, hogy embercsempészek segítségével eljuthassanak Európába. Az olasz kormány válságstábot hozott létre a líbiai konfliktus miatt.